A fakitermelés során a fa dőlését irányítani kell a fatörzs épsége, a visszamaradó állomány védelme, az erdőművelési és közelítési érdekek, de legfőképpen a baleseti veszély elhárítása miatt. Az optimális döntési irány meghatározása sok esetben nehéz feladat. Még ennél is nehezebb a meghatározott irányba dönteni a fát, különösen akkor, ha a döntési irány eltér a fa húzási irányától. A fa dőlését irányítani lehet hajkal, a törési léc megfelelő kialakításával, döntőemelővel, ékekkel, csörlővel. Könnyű a fa dőlésének az irányítása, ha a döntési irány és a fa húzási iránya megegyezik. Azonban nem lehet minden esetben a fa húzási irányába dönteni. Az újulat a szomszédos fatörzs vagy az anyagmozgatás iránya akadályozhatja azt. Ekkor a fa húzását a törési léc megfelelő kiképzésével ellensúlyozzuk. Ilyen esetekben a fa húzásával ellentétes oldalon szélesebbre hagyjuk a törési lécet, hogy ellensúlyozhassuk a fa húzó erejét. Ezt azt teszi lehetővé, hogy mivel a szélesebbre hagyott rostok később törnek, ezért a fa az átszakadt már nem tartó rostokkal ellentétes irányba mozdul el dőlés közben. Központos állású fát bármely irányba dönthetünk. Kis húzású fát húzási irányba hegyes szöget bezáróan dönthetünk. Nagy húzású fát dönteni csak húzási irányba szabad. Lehet irányítani a fa dőlését döntőemelővel is. A döntőemelő alkalmazása 15-20 cm mellmagasságban mért átmérőnél hatásos és biztonságos. Döntővillát ma már ritkán használunk. Bár az erdőn egyedül dolgozni tilos, biztonsági okokból a döntés folyamata egy személyes művelet. A döntőemelővel a döntőfűrészvágás rését nyitjuk elősegítve, hogy a fa súlypontjának elmozdulásával, a törési lécen átfordulva biztonságosan dőlhessen le. Ez a súlypont áthelyezés különösen központi súlyvonal helyzetű törzsek esetében lényeges. A 15-20 cm-nél vastagabb fák dőlésének irányítását ékekkel kell végezni. Általános szabály, hogy egy ék nem ék. A biztos hatás elérése érdekében két ékkel kell dolgozni. Az ékek elhelyezkedése mindig a hajk fenék vonalára merőleges. Az ékek hatása igen erős. A benyomuló ék megemeli a fát. A hajk fenék vonala ebben az esetben mint egy forgástengely működik, amely körül a fa pontosan a dőlési irányba fordul. Az ékek beütését nagyon gondosan kell végezni. Igen fontos a beütés iránya, de fontos a beütés időpontja is. Meg kell várni, amíg a döntő fűrészvágást készítő fűrész olyan mélyen hatol a fába, hogy mögötte az ék beüthető legyen. Ilyenkor könnyen belevághatunk az ékbe a fűrésszel. A korszerű műanyagékek lehetővé teszik azt, hogy véletlen belefűrészeléskor a fűrész fogai ne sérüljenek meg helyrehozhatatlanul. Mielőtt a dőlő törzs a földet érné, a munkás a fűrészt kiemeli a vágásrésből, és a dőlés irányjal ellentétes irányba oldalt eltávolodik a fától. Az eltávolodás azért szükséges, mert a fán lévő szárazágak a szomszédos fákhoz való csapódáskor eltörhetnek, a felcsapódó törzs balesetet okozhat. A csörlőt általában a fennakadt fák lehúzására és közelítésre használhatják, de esetenként a döntés segítésére is. Ilyenkor a főkötelet a döntendő fa magasságának kétharmadánál kell rögzíteni. A csörlőzést végző gépnek legalább kétszeres fahosznyi távolságban kell lennie. A csörlő a tervezett döntési irányba a hajk fenék vonalára merőlegesen húzza a fát. A biztonságos döntés elsajátítása nem könnyű feladat. A legkisebb figyelmetlenség is súlyos következményekkel járhat. A fakitermelés egyetlen munkaművelete sem követel olyan körültekintő munkát, mint a döntés.